Sziasztok, és nagyon kellemes szép napot nektek, kérek, nagyon kellemes, nagyon szépen süt a nap, és még nagyobb örömünkre szolgál, hogy van egy nagyon jó kis Fiatunk, egy 500-as, 1-2-es, 8-elepes Lange Abarth Line, ez egy nagyon szép piros színű autó, ilyen színe van, mint itt a belsejének, amúgy koncertó lesz a segítségünkre, mint általában szokott lenni. Az autón 2010 és 9. havi, ez van a szervizkönyvében, 98.165-öt futott, van komputer benne, és ugye itt már gyújtásra tettem, de visszaveszem egy pillanatra, hogy megnézzük, hogy hogy indul. Tehát van itt ABS is még, ami esetleg valakit érdekelhet, és ott volt egy ilyen jó kis City feliratú jelzés, ott a kilométerről a föld megjelenik, és onnantól kezdve a kormány az, mint a vaj, amúgy is nagyon könnyű, különben könnyen tekerhetős kormány van benne, és a parkolásnál pedig még könnyebb lesz, hogyha bekapcsoljuk ezt. A légzsákból találunk elől és oldal légzsákot, és még nem csak oldal, hanem függöny légzsák is van a járműben. A klíma az hibátlan, bekapcsoltam, és hallani, hogy bekapcsol a kompresszor, és a zene is jó benne különben, ez a gyári zene, MP3-as ugye, és két darab elektromos ablak van benne, engedtük, a szép 500-as felirat, és tényleg gyönyörűséges ez a belső rész, Ferivel és Petivel ámultunk itt, hogy milyen jól néz ki a belseje, ilyen kis bordós, pirosas és ilyen kis vaj kárpit kompozíció, nagyon szép, itt van mellettem a vezetett szervizkönyve, jobban a Feriék előtt, és ugye itt van a felszereltsége. Két év műszakival kínáljuk nektek ezt a járművet, és elektromos ablakokkal is fel van szerelve, és minden szép ilyen kis krómos díszítések, nagyon szépen feldobják az autónak a belsejét. Ugye itt van az oldal légzsák, és itt van valahol, valahol ott van a függöny légzsák felirat, nem látom, itt van, igen. Úgy kell beugrálnunk ide, hogy megfogjuk ezt a kis kart, és akkor elcsúszik az ülés teljes mértékben. Gyönyörű szép a kárpit, tiszta, kellemes illat van benne, különben vissza a helyére. Így. Na és akkor nézzük meg, hogy mitől Abarth Line ez az autó. Van egy gyönyörű ilyen kis felni, ami ilyen fekete és alumínium színezetű. Az oldalán rajta az 500-as felirat, és ez a fehér csíkozás jól mutat rajta, és van itt a küszöbön alul ez a fekete ilyen kis optikai tuning, tükör is ugyanebből a elemből van, ugyanez a fekete szín is, és hátul is ugyanezt látjuk, alul, lökhárító aljában, egy sportos, dupla csövű kipufogó van rajta, és hát a kerekek azok nem semmi, gyönyörű szépek rajta, szőrös az oldala még, tehát nem olyan régi a gumi az autón. Dönthető, ugye a két üléslap, ugye mivel négy személyes, benne egy szőnyeggarnitúra gumiból, meg egy szövet is van benne, és ha megnézegetjük a jobb felét, ez pont ugyanolyan jó, mint a bal fele. Feldobja a felni szépen, világítás be van kapcsolva rajta itt alul, és hallgassuk meg akkor a motorját. Az üveg az teljesen tökéletes állapotú, nincsen rajta sérülés, lámpatestek is szépek, jó az akkumulátor benne, szervizről egy 2016-os 59.000-ről szól, ez pedig szépen ketyerészig duruzsol itt a telephelyünkön, majdnem sikerült becsuknom, így már sikerült. Gyertek be hozzánk, legyen egy nagyon szép sportos 500-asotok, itt az M3 autóparkban, szép bordós vagy piros színben kapható Abarth Line kivitelben. Köszönöm, hogy velünk voltatok, sziasztok, a viszontlátásra!